Gyertyákkal volt tele az asztal csütörtök reggel 7 óra előtt pár perccel a nyíregyházi magyarok nagyasszonya római katolikus társszékesegyházban. Ezen a napon, február 2-án tartják a katolikusok világszerte a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét, amely arra az eseményre emlékezik, amikor Szűz Mária és Szent József a Krisztus születését követő 40. napon elzarándokoltak Jeruzsálembe, és újszülött gyermeküket felajánlották Istennek. Lukács evangélista örökíti meg azt az eseményt, ő hozza ennek a jelenetnek a többi szereplőjét is, például az Aksimeont és Anna próféta asszonyt. Lukács evangélista arról beszél, hogy ez az Aksimeon nagy türelemmel várta Izrael vigasztalásának a megjelenését, és egy nagy ajándék volt az ő életében, hogy megérhette, hogy találkozott az újszülött gyermekkel. Ez az esemény arra hívja föl a figyelmünket, hogy Jézus Krisztus a világ világossága, hogy az Istennel kapcsolatos ismereteinknek az elmélyítője, Isten arcát megmutatta és feltárta Istennek a szívét, vagyis hogy Jézus Krisztuson keresztül ismerhetjük meg, hogy kicsoda is az Isten. A lelkész hozzátette, hogy a gyertya és annak lángja már az ókeresztények számára is a megváltó szimbólumát jelentette, amellyel ma sok helyen körmenetet is tartanak. Ez arra emlékezteti a híveket és nem híveket egyaránt, hogy Jézus világosságát a keresztény ember hordozza a világban. Ebben az ünnepben a gyertya az Úr Jézus szimbolizálja. Tulajdonképpen már az ókeresztény kortól kezdődően a gyertyában Jézus Krisztus szimbólumát látták. A gyertyának a lángja szimbolizálja az Úr Jézusnak az isteni természetét, a gyertyának a viasza pedig az emberi természetét. Hogy ahogy valóságos Istenként az Istenről hiteles ismeretet hozott számunkra, ahogy a gyertyának a lángja világossága is az ismeretünket és a tájékozódásunkat segíti, ennyiben a láng az ő isteni természetének a szimbóluma, és ahogy a gyertya, amikor ég és fölemészti az ő viaszát, ez utal az Úr Jézus emberi természetére, hiszen a keresztáldozatban ő is valóságos emberként áldozatul odaadta magát. A gyertya szentelő boldogasszony napján ünnepli az egyháza megszentelt életvilág napját is. Szent II. János Pál pápa 1997-ben rendelkezett erről, hogy ezen a napon ráirányítsa a figyelmet azokra, akik a világi helyett a papi és szerzetesi életformát választották.